Most, hogy magyar idő szerint szombaton hajnalban Idaho államban meghalt Szenci Sándor, az egyik legeslegjobb ember, akivel valaha életemben találkoztam. Elővettem Trütkó karácsonyra készített filmjét Sándorról, és újra néztem, és már az első percekben tudtam, hogy ezt önöknek is újra kell látnia, méghozzá most azonnal. Átszerveztük az adást, hogy lássák, hogy mennyire más értelmet kapnak ezek a mondatok, így Szenci Sándor halála után. Ez a film azzal a mondattal kezdődik, hogy ezek egy haldokló ember utolsó szavai, ami pedig utána következik, az egy végtelenül jó ember elképesztő harca és tanítása számunkra itt maradóknak. Sándor tanítása pedig így szól, hogy nincs az a rövid idő az ember életében, amely alatt ne érné meg kimondani azt az egyetlen egy szót, hogy szeretlek. Amikor egy haldokló ember utolsó szavaira figyelünk, akkor lehet, hogy fontos elgondolkodnunk azon, hogy vajon miért hangoznak azok el, mi annak az értelme. Nem félek, nem azért beszélek arról, amiről beszélek, hanem nagyon is érdekel az, amit talán itt az utolsó pillanatban megoszthatok. Ez pedig arról szól, hogy az élet az jó dolog. És pedig arról szól, hogy sohasem adjuk fel, sohasem adom fel. Megrendítő, fájdalmas és hihetetlenül erős mondatok. Mondatok egy embertől, aki életem hőse és példaképe, akitől oly sokat tanultam, aki a barátom. És aki egy kórházi ágyon úgy beszélt 21 percen keresztül, hogy azt soha az életemben nem fogom elfelejteni. Budapesten sétálok a Baptista Szeretetszolgálat központja felé. Ahhoz a szervezethez igyekszem, amelyet 5000 forintból Szenci Sándor alapított meg éppen 25 éve. Az a Szenci Sándor, akit mi mindannyian úgy ismerünk, hogy meleg ételt oszt a szegényeknek, lisztet és cukrot ad az éhezőknek, aki nyomornegyedeket látogat, aki háborús térségekben jár, másnap pedig már Magyarországon segít, vagy éppen itthon tart Isten tiszteletet. Ez a baptisták központja. Sándor irodája most üres. 3 évvel ezelőttig szinte mindent tudtak róla az emberek, azóta pedig szinte semmit. Az üres irodában most emlékek laknak, Szenci Sándort pedig egy különös felvétel idézi meg. 21 perc. Életem legerősebb 21 perce, amelynek mindjárt elmesélem a történetét is. Akármennyi is adatot, az nem véletlenül adatot meg, és pont annyi. És hogy nem félek. Hanem egyszerűen csak szeretném ez az egy órát, ezt a 10 percet, ezt az egy percet, akármennyit értékessé tenni. Elhinni, elhitetni azt, hogy bárki hallgat engem, vagy bárki figyel rám, az teljesen biztos lehet abban, hogy én szeretem őt. Biztos lehet abban, hogy szeretem őt, és szeretem az Istent. Mert lehetővé tette azt, hogy elmondhassam. Ugrunk vissza Budapestre, ahol fényképeket nézegetek. Azokat, amelyeken Sándor ifjabb Bush meg idősebb Bush amerikai elnökkel, vagy Carter elnökkel látható, de itt van Bill Clinton Sándornak írt levele is. És meg annyi más emlék. A vitrínből egy 13 éves útlevelet veszek elő. Németh Szamira úgynevezett hazatérési úti okmányát. A te dolgod meg az lenne, hogy akkor a családhoz össze kell kísérni ezt a lányt. Érte indultunk a világ egyik legveszélyesebb országának, Szomáliának a határára, Szenci Sándorral. A lány édesapját, Németh Lajost kivégezték, Szamira testét megcsonkították és erőszakkal férjhez adták őt. De Sándornak hála kimenekült a polgárháborúból és a 170 ezres Dadabi menekültáborból, Budapesten pedig még a halottnak hitt testvérével is találkozhatott. Vissza az irodába, ahol megtalálom az egyik legmagasabb rangú észak-koreai kitüntetést is. Azt, amelyik nem nagyon érdekelte Sándort. Ő segíteni ment a világ egyik legelképesztőbb diktatúrájába, és még engem is bejuttatott oda. Amit láttam, az maga a döbbenet. Csillagalakzatban vonuló emberek, autók nélküli autópályák, műszerek nélküli műtők, gyógyszerek nélküli gyógyszertár, véres kórházi kórtermek,
árvaházban a földön fekvő gyerekek, akik közül sokan éppen Sándornak és a baptistáknak köszönhetik azt, hogy életben maradtak. És még egy fejezet. Szó szerint az. Egy könyvből való. Dög cédula és kereszt. Ez az a könyv, amely Sándor életét mutatja be. És ez az, amelynek az egyik fejezete magáról a földi pokorról, Haitiről szól. Az országról, amelyet háborúk sújtottak, két diktátor, apa és fia kirabolta azt. A földrengésben elpusztult Haiti nagy része, és ekkor még jöttek a fertőző járványok és az éhezés is. Haitin rengetegen haltak meg ártatlanul. Sándor nemzetközi összefogással itt építette fel a Haiti magyar árvaházat. Ide vittük el a magyar szépségkirálynőt, Weiss Fannit. Vannak fegyveres őrök, akik vigyáznak ránk. Különös akciónk során Fanni jelképesen örökbe fogadott egy árván maradt kislányt, példáján felbuzdulva pedig sok magyar ember mentett meg egy-egy szenvedő haiti kisgyermeket. És akkor most elmesélem a 21 perces felvétel titkát. Ez itt az Innova Klinikai Központ Washington mellett. Pár nappal korábban még Szenci Sándorral közösen tartottam egy előadást, aztán egyszer csak váratlanul Sándor segítője Szilágyi Béla szólt, hogy rohanjak a kórházba, mert nagy baj van. Sándor pedig szeretné, hogy rögzítsek valamit. Amikor a klinikára értem, barátom már nagyon rossz állapotban volt. Én simogattam és sírtam, öleltem és reménykedtem. Aztán egyszer csak Sándor váratlanul mesélni kezdett. A szeretetről beszélt, meg arról, hogy mindenki élete fontos. A legfontosabb. Ezt a keveset se véletlenül éltem meg. Oka volt és célja volt ennek. Mégpedig az, hogy megtudjam, hogy mi is az, annak a kicsinek is, annak a kevésnek is az értelme. Talán annyi, hogy valakire rámosolygok, talán csak annyi, hogy valakit megölelek, lehet, hogy csak annyi, hogy valakire valami jót mondok. Nem tudom, egy dolgot tudok biztosan, hogy nem lehet az embernek az életében olyan pillanat, amikor ne érné meg kimondani azt, hogy szeretlek, hogy nem éri meg felemelni az embernek a tekintetét, és azt mondani, hogy ezért a pillanatért volt értelme. Még egy picit visszaugrom a múltba. Ez itt Csecsenföld sok évvel ezelőtt. Beszlán városában az évnyitón csecsen terroristák elraboltak egy egész iskolát. 1100 gyereket és tanárt ejtettek túszul, bezárták őket a tornaterembe. Az orosz erők elrontották a menekítő akciót. 333 ártatlan ember halt meg. Testközelből láthattam, ahogy a tragédia után Sándor segít, erőt és hitet ad a túlélőknek, és láttam, hallottam, hogy tényleg sokszor, nagyon sokszor mondja azt, hogy szeretlek. És éreztem, hogy mekkora szeretettel fogadták őt is, az áldozatok hozzátartozói. Innova Klinika 2018. november 21-e délelőtt 10 óra 56 perc. A felvétel, életem talán legnehezebb forgatása lassan véget ér. Az utolsó percek, mondatok és szavak azt hiszem, hogy örökre elkísérnek majd. Nagyon szeretem az embereket, nagyon szeretem a barátaimat. Nagyon szép életem volt. Egy dolgot tudok, hogyha van még benne bármennyi is, akkor azt én szeretném megélni, és maximálisan megélni. De hogyha itt volt a vége, akkor itt volt a vége. Nem félek tőle, természetesen nem vagyok bolond, nem vágyom is utána, hanem egyszerűen csak szeretném természetesnek tudni azt, hogy Szenci Sándor élet ettől eddig, és hogy Istentől való élete volt. Ha ezt ki tudjuk mondani, akkor ez a legjobb dolog a világon.
Nyugodj békében, Sándor, és köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk, és nagyon szépen köszönöm, hogy még életed legnehezebb pillanatában is tanítottál bennünket.